Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége Horváth András. András, amikor legutóbb voltál nálunk a podcastben, meg autóztunk is, meg hasonlók, akkor úgy azért nem érezted annyira jól magad, tehát ment ez a küzdés a kommentelőkkel és hasonlókkal. Sikerült ezen azóta egy kicsit így túllépni, feljebb jönni? Az lett a megoldás, hogy mindenkit kibannolok, aki egy picit is személyeskedik, megy a Benhammer, úgyhogy ez elég jól működik. Ettől függetlenül, hogy ma is lehozott az életről egy komment, de hát majd szép lassan megszólom. Az, hogy egyre több van. Bízom benne, hogy mi egy kicsit majd föl fogunk hozni az életet. Most tudod, mi lesz, hogy én benzines autót vezetek? Hát, hogy mekkora álszent gyökér vagyok, tehát hogy ez lesz majd kommentekben. Benzines és váltós autót. Ugye neked volt egy Rahedli nagy teljesítményű autód. 335i, F-Type, ilyenek. Azok mind az automaták voltak? Automata volt, vagy hát ilyen kisfülecskes volt rajta, azt szerettem, de hát ebben nem lesz, gondolom. Ebben nem lesz. Tehát, hogy mikor vezettél utoljára kéziváltós autót? Amikor csináltam ezt a videót, az alternatív valóságos videót, hogy mi lenne, ha nem lennének benzines autók, és most mutatnák be őket, azelőtt vezettem egyet, és szürreális élmény volt, hogy hát ugye nyilván az izom memóriában megvan meg a kuplunk, tehát nem fulladtam levelem, majd most lefogok nyilván, de hogy nagyon fura volt az, hogy egy ilyen kis dolgot így tologatni kell, de most rendeltem a szimulátoros váltót pont ma. És ez a szimulátoros, ez mindig úgy jelen volt az életedben, tehát posztoltál már erről korábban is, de hogy erre most így akkor egy kicsit így sikerült így rámenni? Hát figyelj, szerintem hatalmas adrenalin löket, tehát egy rendes fan a kormánnyal, most kiépítettem parkolóüléssel, riget meg, tehát minden is van, meg lódszeles fékpedál is van, most már VR, és szerintem ez a legolcsóbb módja annak, hogy egymás ellen online adrenalin fröccsöket versenyezhessünk, és azért tudom, hogy a GT7 az nem igazi szimulátor, most kipróbáltam a tiéteket, és igen, sokkal jobb, meg minden, de hogy mindenkinek ugyanazok a feltételek vannak, és brutál jó versenyek vannak. És egyelőre magadba a pályán, vagy már online mások ellen? Csak online játszom. Nagyon, és már A+-ba vagyok, azt kell, hogy mondjam, hogy mióta lódszeres fékpedál megvan, azóta így 5 tizedet javultam. Hát itt most nem lesz. Nem biztos, hogy én fogom a legjobb időt menni, nem is nagyon törekszem rá. Na ezt akartam kérdezni. Lehet, hogy a legrosszabbat akarom menni. Hát egy benzines autóval, most képzeld el, hogy a legjobb időt menném. Utána ideálunk a Hyundai-jal, ha úgy van. Hát itt van kis Nori pont előttem, úgyhogy már azt tudom, hogy őt nem fogom megdönteni. Na, nézzük meg az időket. Nézzük meg az itt vannak. Becsületes Nepper. Igen. 1.06. Janklovics Peti, 1.30. Szász Marci, 1.39. Várj, 1.06 és 1.30, tehát ott azért elég nagy különbséget érzek. Hát. 51, kis igen. Norbi. Igen. 51 másodperc, és ő meg a Draskovics Andris. Igen. 57.85. Hát azért az 1.39, vagy milyen, ez ki? Szász Marci. Szász Marci, tehát az azért csak annál tudok jobbat menni, nem tudom. Hát figyelj, meglátjuk. Tehát én ugye most a szimulátoros világból én most tizedekért küzdök, tehát nekem most ez nagyon furcsa, hogy fél percért, tehát mi történt? 40 másodperc. Tehát ívott egy sört, vagy ilyen alkoholmentes helyeket? Azt hiszem történt ott egy hiba. Ugye arról beszéltünk, hogy ha hibázol, akkor ott 5 másodperc bünti van. Mi a tanácsod, hogy akkor inkább menjek picit lassabban és biztosabbra? Támaszd ki a gázpedált, vagy nyomjunk az állat, és így. Nézd. 3 köröd van, mint mindenkinek. Én az építkezés híve vagyok. Tapasztalt ki a pályát, az autót, a gumikat, a tapadást, a féktávot, a mindent. Jó. Nézd meg, hogy mikor úszik meg hasonlók. Lesz navigátor, Oliver segíteni fog, és szerintem így a vége felé lehet elengedni a gyeplőt. Jó, és egyébként ők vízes időket mentek, most azért nedves. Tehát igen, mindenki. Tehát, hogy minden nap úgy kezdtünk, hogy előtte volt egy jó kis zuhé. Úgyhogy de most húzom az időt, akkor felszállod egy kicsit, és akkor... Hát azért ne húzd az időt. Jó, menjünk szerintem, nézzük meg. Legfeljebb leégetem magam, tehát most mit számít, de tök mindegy, mert nem veszíthetek. Tehát az van, hogy mivel benzines autó, ráfoghatom, hogy hát én ezt nem. Hát és látjátok, milyen tré, tehát hogy az elektromossal fölmegyünk. A következő szériát, azt majd valami elektromos autóval csináljuk, arra is vannak ötleteink. Hát az elektromos már. Megkérném a navigátort. Hogy tudom megvenni a kis dobt? Ez milyen király lenne? Sehogy teljes esélytelen. Egyenlő esélyekkel indul mindenki. Nem vagyok annyira jó, mert én ezzel mindig féltem az autót, és az agyamban mindig az van, hogy ne állj neki. De én benne van. Tehát még a Gran Turismo-ban is így jóvatos, elolvas. Hogy van a rükkverc? Jobb hátul. Lenyomassuk. Ennyi. Izgulok nagyon. Indít az autót. Igen, ezt még be kell indítanunk. Jó?
Számolhatok? Harap, vigyázz, 1-6! Felkészültél? Első kör az lehet pályabejárós. 3, 2, 1, rajt! Fordítva működik a kormány. Hogy rohadnátok meg? Jó, az elmegy. Ezért gonosz. Fucking hell! Bazd meg! Figyelj! Várj. Nagyon mennek a tizedek! Csak pályabejárás most, nem időre megyek. Nagyon mennek a tizedek! Bazd meg! Azt javaslom, hogy ilyen egyenletes lassú tempóval egy kicsit megszokod, hogy mi van. Aztán onnantól már az ember összerakja fejlen. Nézd! Slow down! Bazd meg, de rossz! De nagyon rossz! Ez nagyon rossz. Ja, most már értem, hogy miért vannak ekkora különbségek. Ilyenre kell tekerni. Ráadásul nem is annyira jó érzés tekerni nem, ezt a kormányt. Nem, hogy nem pörög vissza. Nem. Tehát, hogy... Pedig szervó van benne, de nem érezni. Így, tehát az, hogy így beakadtak. Valami átugrik most. Hát igen. Tehát, hogy elég izomból kell tekerni. De... Egy új probléma az. Igen. Engedd ki itt a szélére. Hát engedjem ki, azt sem tudom, hogy mi van. Nem, erre kell tekerni. Nem lesz meg. Nem. Menj egyet meg előre. És erre kell tekerni. Szóval az rossz, hogy így beakad. Az biztos. Igen? Az egy új keletű dolog, ami járva. Látod, látom, ezt mindjárt megnézzük, mert ez probléma. Itt egy fingon nincs, hogy... Jó lesz a nagyjából? Nem. Hú, ez nagyon borzasztó élmény. Ez az. Ez megyünk jobbra, aztán balra. Nagyon rossz, hogy beakad. Ez az, hogy megyek. Ez itt jó, szép szakasz. Visszafele könnyebb. Jó, balról kerüljük majd azt. Vigyelj. Nagyon rossz, hogy beakad, most azt is kezdem megszokni. És majd át a célvonalon. És ott állunk meg. Aj, de rossz. Jó. Ezt nem értékelted annyira, mint a szimulátor. Szeretnék óvni, mert beakad a kormány konkrétan, tehát rohadt nehéz áttekerni. Nézd, tehát hogy konkrétan itt így. Már is megnézzük. Ez igaz. Javítsátok meg a versenyautót. Jól van, akkor ez egy nem mért kör. Milyen volt az első? Borzalmasan rossz. Mind, visszafele egyébként egy egész tűrhető volt. Azt néztem, hogy itt egészen folyékonyan tudtam. De mert visszafele jöttem, és akkor a kormányzás is már akkor fordítva, értem, mert könnyebb volt. Nem, a parkolás az nagyon-nagyon rossz volt. Már eleve rosszul álltam be, tehát ott így 5 perc volt kávé, nem tudom, 3. András védelmében az első parkolásom az azt hiszem nekem is egy ilyen 4. Négyből jött össze, amikor legelőször vezettem nem az látok, autót. Tehát nem látom, hogy hol vannak a gumink, meg ilyen apróságok, tehát nem érzem az autót. Hát, ezt nézzétek meg, Léci, és akkor kihívást megyek még egyet utána. Mindenképp. Gyors nem leszek, tehát ezt az 50-es időt, ezt nem tudom, hogy hozta vissza Norvi, de ezt így hogy? Hát, ráadásul úgy, hogy gondolom ő is azért így elsőrült, és így nem vezet ilyeneket. Elsőre, bár most már azt hiszem lelőhetjük, hogy Norbi, nézi, gonosz Swift, tuti fordítva van a kormánya. Kinyitotta az ajtót. Tényleg fordítva van a kormánya. Ez egy 2.46-os idő, 2 hibát láttam. Bár itt egyszer így konkrétan neki mint a fának. Igen. De ez jó, nem de számít. Nem számít. Ezt engedjük el ezt az időt, a harmadik lesz a legjobb. Így van, majd hiszen figyelj. A kormányon még egy kicsit dolgozom. Jó. Ugye a magyar társadalom túlnyomó többségének volt köze a régi Swifthez. Valaha neked régi Swiftes élmény? Nem volt. Nekem Opelem volt. FS? Igen. Igen. Hát az a másik. A következőt majd abból csináljuk, igen. A következő versenyautónkat. Egyébként ezt én tök összetettem az autót, tehát hogy az manuál volt, és tök jó volt tanulni, igen. Rajta, nem volt nagy autó, könnyű volt. Így vezettem Suzuki-t, de nem sokat, úgyhogy hát kíváncsian várom. 3, 2, 1,
Rajt! Na, ez már komoly fejlődés. Nem, minden jó. Itt a közelébe, vagy közel menj jobbra. Engedd ki a végéig. Azaz, basza. Rüki, és szedheted is kopra. És így jó leszel. Hibátlan. Azaz. Most már egyébként így, hogy jó ez a kormány. Ez idáig egy szép kör. Megvan. Vissza. Miért? Meg kell kerülni, meg kell és úgy vissza a cél. Aha. Mi? Ez nem volt eddig. Hogy nem, előzőben is így nem mentünk. Nem volt eddig. De nem baj, jó lesz, ez most már összerakod. Oda kellett visszaállni. Nem, ezt meg kell kerülni. És át a célvonalon. Még az is? Aha, át a célvonalon és ott nullázunk időt. Ezért ennyi. Megvan. Hát ez nem figyelj, volt, ez én idáig... azt hittem, hogy csak itt át kell jönni, nem, ezt kérdeztem. Nem. Átvertetek. No. Átvertetek, azt mondtátok, hogy csak át kell jönni, és akkor megvagyunk. Ne, jó, mondtuk, hogy nekem volt. Ez nem volt, azt én nem tudtam. Na, nézd, volt hiba ettől az egytől eltekintve? Nem. Az szép. Nézd, 1.17. Yes. Úgy, hogy itt ennek neki mentél, és volt ugye egy beletolatás. De ezt most nem csináljuk meg. Így van. De oldom, átvertetek, direkt kérdeztem, hogy akkor beleszállhatok ott a gumifalba. De azt hiszem, hogy csak ironizálsz. Nem. Dehogyis, hát én itt már nyomtam körben, neki, mint az állat. Első körben is ide vissza. Első körben is, igen, nem, oda vissza. Ne, ugyanígy interjúztunk, André. Ja, tényleg vissza ugyanitt kellett tolatni. De tök mindegy, mert ebben benne van az egy perc. Igen, tehát figyelj, ez úgy egy perc, hogy volt egy beletolatás, eszetlen nagy volt a fejlődés. Volt egy beletoladás, hát volt egy hiba. Hát nem működik a kormányon, tehát hogy tudok kormányozni. Még ha szarul. Nem akad meg középállásban, tehát hogy konkrétan úgy beakadt a kormány, így ment tovább az autó egyenesen. Egy hiba. Tehát és igazából még plusz egy kört kéne kapjak ezért. Kaphatsz. Nem. 1.17 meg 5 másodperc, az 1.22. Ezzel én tök jó vagyok. Ha megfűzöd a következőt, beletoladás... Megelőztem a kopaszt. Ugye? 1.30-as ideje volt? A kopasz 1.06. Á, francba. De várjál. Latolgassunk esélyeket. Na. Hogyha kihagyod a beletolatást, igen, és kihagyod a hibát, akkor ez akár lehet egy olyan idő, ami egy legalja vagy ötve legvége. Egy alán bevennék azért. Az jó. Bevennél egy alán? Hát legalább 1.05 alá. 1.05 alá? Benne van szerintem. Ez egy tök jó célkitűzés. Szerintem is amúgy. Állj a rajthoz, és minden esélyed megvan. Nyomjuk. 3, 2, 1, rajt! Ezzel nem itt lehet a sok időt elveszítenem ott a parkingnál. De az is jó volt az előzőben. Hogyha arra figyelsz, hogy jobb oldalt vagy és kimész a végéig, akkor nem lehet hiba. Még így is jó. Most koppanásig. Jó vagy. Kicsikém, ez az. Jó. És merről kell? Balról. Igen, ez az. Jó. És át a célon. Jó lesz, át a célon, menjél. Egy csatorna. Menjél, ez az. Sitálj. Jó. Mennyi? Még egy kicsi van ebben. Mennyi? Hogy hiba? Nem. Előtte még arról szeretnék veled beszélni, hogy picceltem. Hát az 1.05 alatti idő sajnos nem jött össze. Ah, francba. Mert hogy ez 1.06.27, vagyis egy tizeddel vagy kopasz mellett, de ezt igazából betudhatjuk az időmérés manuális jellegének, tehát technikailag ez a becsületes neperrel megegyező idő, amit szerintem nagyon nincs mit szégyelni rajta. Elég büszke vagyok. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel így tökre elégedett vagyok. Nem az utolsó lettem, tehát az már tök jó. Sőt, jelenleg még ez top 3, hát top 5. Jelenleg, top 5 jönnek a versenyzők, meg minden, aztán
kérlek. Én vissza nem állok vele majd. Hogy volt jó? Jó, hogy azért túl vagyok rajta jó, vagy inkább visszaülnél? Mert eddig ez a két reakció volt, hogy jó volt, de azért nem ülnék vissza, meg jó volt, de azért mennék még. Hát nekem ugye járna egy fél kör legalább pluszba a rossz kormány miatt, úgyhogy igazából még egyet simán mennék, de nagyon nagy fán volt. Nem tudom, hogy mennyit tudnék ezen javítani, inkább óvatosan mentem, tehát itt az elején lehetett volna sokkal gyorsabban elindulni, meg itt visszafelé, és így inkább az volt, hogy ne hibázzak. Tehát az volt bennem, hogy ha ledöntök 4-5 bóját, akkor a 30-on kívül leszek, az biztos. Uh-huh. Úgyhogy én csak ilyen lájtosan vezetgettem. Elégedett vagy ezzel az idővel? Azért igen. Akármennyire is mondtad, hogy hát, hogy én majd a végén, de azért nagyon beléd állt a versenyszellem. Hát azért elkapja az ember. Nagyon elkapja az ember. Az durva lett volna, hogyha még ennél is jobbat megyek, de azt szerintem tök jó, hogy ugye én is kopasz vagyok, a kopasz is kopasz, és így pont ez majdnem azonos időt mentünk. Úgyhogy persze tudom, hogy nekem betettétek a betonizéket, nehezítést a hülye villanyautósnak, meg minden, persze, hogy mint hogy akkumulátor lenne benne, jó nehéz legyen, de nem, tök fán volt egyébként, vicces volt. Főleg egyébként az első kör, hát itt az indulásnál így majdnem sokkot kaptam, tehát hogy nem is tudom, hogy álltam meg ott a gumiknál. Örülök nézni, hogy annak ellenére, hogy nem vág profilodba, ennyire tetszett, de ha már a profilodba vágó dolgok, ugye nagyon sokat lehet mostanában hallani, akár pro, akár kontra a kínai villanyautók térnyeréséről, és te most már azért végig próbáltál jó pár kínai villanyautót. Lesz itt hatalomátvétel, vagy olyanok lesznek, mint a japánok, hogy így följönnek az európai konkurensek mellé, és osztoznak a piaccal? Mit gondolsz erről? Szerintem inkább olyan lesz, mint a koreai autók, hogy 20 évvel ezelőtt még kinevettük a koreai autókat, a kínai autókat is kinevettük egész eddig, most már jönnek az egészen jók, most BYD Seal, ott volt nálam az Atto, most pont arról megy ki majd videó. Én nem gondolom azt, hogy most holnap le fogják nyomni itt egy BMW-t, egy Mercedes-t, egy Audit, vagy tehát a német gyártókat. A japán villanyautókat azt viszont simán. Tehát pont, uh-huh. pont a japánokat, tehát egy Honda Anyone-t, vagy egy Honda-et, vagy a kínai, vagy a Toyota BZ4X-et, azt simán lenyomja most egy kínai autó. Mindenben. Nem is erre a fajta réteg dologra gondoltam, hanem arra, hogy ugye a 80-as években a japán autóktól kellett rettegni, hogy tönkreteszik az európai autóipart, a 2000-es években a koreai autók tették tönkre az európai autóipart, és hogy most a kínaiaknál is ez lesz, hogy majd így odaérnek versenytársnak, vagy szerinted fölé nőnek az európai gyártóknak? Szerintem egy egészséges verseny lesz. Szerintem a kínaiaknak is kell még nagyon sokat fejlődni, nagyon sok minden, főleg szoftveresen nagyon-nagyon le vannak maradva szerintem. Autót gyártani már egész jókat tudnak. Ugye a technológia ott van náluk, az megvan, megtanulták. Megvették az európai mérnököket. Igen, igen, de még azt nem látom jönni ezzel a csúnya kifejezéssel, amiért beszoktak szólni, igen. Hogy mondjuk a BMW, Audi, Mercedes vásárló BYD-t vegyen például, vagy akármi más. Három betű. Szerintem még Teslát sem biztos, hogy vesz, tehát nem, hogy kínai elektromos autó. Tehát meg fogja venni az i4-es BMW-t, az EQS Mercedes-t, Érdekes időszak ez. Igen, tehát nyilván fog szeretet kiharapni Kína. Én azt gondolom, hogy ez nekünk vásárlóknak tök jó, mert hogy versenyre készíteti majd a németeket is, meg az összes többi autógyártót, és majd bele kell húzniuk. Aztán ebből mi fog kisülni, hogy jobb autók lesznek-e, vagy ilyen lecsupaszított ilyen gagyik, azt majd meglátjuk. 10 év múlva térünk erre vissza. Nagyon szívesen remélem. A Swift akkor is menni fog, ez majd, hogy nem biztos. Atomháború után a csótányokkal együtt járja majd a Földet. No, az a tervünk, hogy ha kifutott ez a széria, akkor ezt a géptetőt elárvereznénk, uh-huh. úgyhogy minden versenyzőt meg szoktam kérni, hogy legyen kedves aláfirkantani, hogy ezzel is növelje az eszmei értékét. Mi volt az időm, várjál? Már is mondom az idődet. 1.06. 01, 06. 27. 27. Századok, ezrelek, tizedek. Manuális mérés, ha szeretném hangsúlyozni. Nézd, Andes, nagyon szépen köszönjük. Én is köszönöm, hogy meghívtatok. És a legjobbakat a továbbiakban. Üssétek, vágjátok. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán egy hét múlva új vendéggel jövünk. A gonosz hüstöt jövő héten Nagy Norbi, Európa-bajnok hegyi versenyző hevíti.